Állattenyésztési helyzetkép, helytörténeti pályázatok, március 15-ig a határidő, első osztályban fog tanítani. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 18-án 18 óra 5 perckor. Egyre többen foglalkoznak állattartással Karcagon és térségünkben. Igény mutatkozik a minőségi húsokra a nagy áruházláncok részéről is. Az állattenyésztésről kérdeztük Domján Sándort, hiszen az általa irányított cégek ezzel is foglalkoznak. Nálunk sosem áll meg az élet, hiszen állattenyésztésünk is van, sőt újra egyre nagyobb mértékben van állattenyésztésünk, és tartógazdaság vagyunk. Nem csak Karcagon gazdálkodunk, de itt Karcagon is újra benépesítettünk már két sertéstelepünket. Itt mi csak hízlalunk, a más telepeinken előállított malacot szállítjuk ide, és azokat hízlaljuk meg. Mi almos tartásra álltunk át, mert hisszük és valljuk, hogy a természetes tápanyag visszapótlás, tehát az almos szelves trágya, az a legtökéletesebb tápanyag visszapótlás. Azzal lehet legjobban serkenteni a talaj életet. Természetesen mi is rákényszerülünk műtrágyára, illetve egyéb anyagokra, de ezzel kiegészítjük. Egy kicsit a mezőgazdaság kettőségét is próbáljuk ezzel kiegyenlíteni, hiszen most ebben az évben, az elmúlt évben az árakat nézem, akkor nagyon jó volt növénytermesztőnek lenni, és nagyon rossz volt állattartónak lenni, hiszen a sertés ára lefele, nagyon durván lefele tendál, a termények ára pedig fölfele, de hogyha mindkettőt csinálja az ember, akkor azért tud nivellálni, tud egy olyan egyensúlyt kialakítani, ami biztonságossá teszi a gazdálkodást. Az Ocean-nel szerződött karcagi sertéstartó gazdáknak előnyösebb az állattartás, mert ők magasabb átvételi árat kapnak, mondta a szakember. A Györfi István Katolikus Általános Iskola ebben a tanévben is meghirdette hagyományos helytörténeti és néprajzi pályázatát az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára. A pályázat célja Karcag hitéleti, néprajzi értékeinek feltárása, írásba foglalása, megörökítése a jövő számára. A kutató tevékenység legfontosabb forrásainak elsajátítása, a néprajzi műveltség elmélyítése, a történelmi kompetenciák fejlesztése, önálló ismeretszerzés. Nagyon sok szép pályázat érkezett ide is, és nagyon sok olyan emléket gyűjtöttek össze a gyerekek, amelyek a karcagi katolikusok történetéhez kapcsolódik. Ezt a témát azért hirdettük meg, hiszen 250 éve, hogy az első katolikusok beköltöztek Karcagra, és a egyház is készül ennek a megünneplésére. Hát sajnos ez a járványügyi helyzet egyelőre nem engedi a kiállításnak a megszervezését, de olyan sok szép pályázat érkezett, hogy én úgy gondolom, hogy ezen a kiállításon azok is bemutatásra kerülhetnek. Nagyon sok pályázat érkezett online is. Mi ezeket azért kinyomtattuk, hiszen ezekből a pályázatokból nekünk már több száz darabos gyűjteményünk van az iskola könyvtárában, és szeretnénk, hogyha ezek is oda kerülnének, mert egyelőre még mi is papíron gyűjtjük ezeket a pályázatokat. Biztos eljön majd az az idő is, amikor online fogjuk őket raktározni, de most mi még szeretjük ezeket archiválni és megőrizni a jövő számára. Pályázni a következő témákban lehetett. Karcagi kunkapuk, katolikusok Karcagon. Két értékelő végezte a pályázatoknak az értékelését, a zsűrizését. A kunkapukat a dr. Eskovács Ilona etnográfus asszony végezte, ő a Kunkapu című könyvnek a szerzője, és nagy örömünkre szolgált, hogy mielőtt, amikor tudomást szerzett a verseny kiírásáról, akkor a Nagykunsági Népművészeti Egyesület nevében felvette velünk a kapcsolatot. Gál Andrásné, az Egyesületnek a titkára volt az, aki közvetített közöttünk, és megajándékozta az iskola könyvtárát két Kunkapu című könyvvel.
Ilike pedig nagyon sok fényképet bocsájtott az iskola rendelkezésére, amelyet az iskolának a Facebook oldalára, illetve a honlapjára töltöttünk fel, valamint az osztályfőnökök rendelkezésére is bocsájtottunk, hogy az osztályoknak a Facebook csoportjába tegyék fel, és ez szolgált segédanyagul a gyerekeknek, hogy elinduljanak ebben a témában. Én hálásan szeretném megköszönni a Népművészeti Egyesületnek a segítségét, hiszen a gyerekek nagyon sok ötletet szerezhettek ebből, de ugyanakkor nagy öröm volt számomra, amikor etnográfus asszony azt mondta, hogy ő a pályázatok között olyan fényképet is talált Kunkapuról, amelyet ő például nem talált meg. És én azt hiszem, hogy ez akkor most már egy ilyen közös gyűjtésként is elindulhat, hiszen nagyon sok pályamunka érkezett a Kunkapuk témakörben is, és nagyon szép pályázatok érkeztek. Egyedi pályázatok, hiszen nagyobb része úgy készült, hogy a gyerekek végigjárták a város utcáit, keresték a Kunkapukat, azokról fényképeket készítettek, majd utána olvastak, hogy hogyan kell a Kunkapukat elkészíteni, mi volt régen a hagyomány, illetve megkerestek olyan népművészeket, akik foglalkoznak kunkapu készítéssel. Többen készítettek például interjút Andrássy Mihály Fafaragóval is, aki tudjuk jól, hogy nagy szeretettel készíti ezeket a kunkapukat. Többek között itt az iskolának az aulájában is van egy kunkapu, ez már körülbelül egy olyan 15 évvel ezelőtt készült, egy versenyre készítették el a gyerekek, és ebben Andrássy Mihály Fafaragó volt az ő segítségükre. A pályázat terjedelme minimum 5 A4-es oldal géppel vagy kézzel írva. A pályázat tartalmazhatott képeket, fotókat, illusztrációkat. Hálásan köszönöm meg elsősorban a szülőknek a segítő munkáját, hiszen ezek a munkák nem születhettek volna meg, hogyha nincs a háttérben a szülői segítség. Mi pedagógusok, jó magam is történelemtanárként veszek részt a gyerekeknek a segítésében, de én úgy gondolom, hogy ez a mai járványügyi helyzet nem tette azt lehetővé, hogy olyan gyakran konzultáljunk a gyerekekkel, mint ahogyan ezt a korábbi években tettük. A segítséget mindketten történelemtanárok megadtuk, illetve az osztályfőnök is nagy segítségünkre voltak, hiszen ők is patronálták a gyerekeket, de a legtöbb munka olvasható ez a pályázatokban is, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy a gyermekek megköszönik a szüleiknek, nagyszüleiknek a segítségét. A pályázatot fedőlappal kellett ellátni, amelyen az alábbi adatok szerepelhettek. A pályázat címe, a pályázó neve, osztálya, a pályázó iskolájának neve, címe, a felkészítő tanár neve. A héten már foglalkoztunk a gallyazással. A fásszárú növények ágai a villamos energia ellátás üzembiztonságát nagy mértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik. Most egy fontos határidőre hívjuk fel figyelmüket. Felhívjuk a város lakosságának figyelmét, hogy az ingatlanjaik előtti fák, cserjék szükséges gallyazási munkálatait 2021. március 15-ig szíveskedjenek elvégezni. A gallyazás a balesetveszély elkerülése miatt szükséges minden fa esetében, amelynek ágai az úttestre, illetve az útpatkán egy méteren belülre benyúlnak, valamint a járda fölött a gyalogos forgalmat akadályozva belógnak. Kérjük, hogy a gallyazást a megadott szempontoknak megfelelően a földtől számított 4 méter magasságig végezzék el. A Városgondnokság szakemberei 2021. március 16-ától folyamatosan figyelemmel kísérik az elvégzett munkálatokat, és szükség esetén pótolják azokat, áll Rózsa Sándor jegyzőközleményében. Ettől a héttől kezdve elkezdjük bemutatni önöknek azokat a tanítónéniket, akik a következő tanévtől első osztályban fognak tanítani. Most Gulyás Szentesi Katalint ismerhetik meg. Köszöntöm nézőnket a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában. Bár még az idei tanévet írjuk, de már készülnek a szeptemberi tanévre. Az egyik elsős leendő tanítónénivel, Gulyás Szentesi Katalinnal beszélgetünk arról, hogy mit is kell tudni önről, hiszen régóta tanít itt, de miért választotta a tanítói hivatást?
Igen, valóban régóta tanítok itt. 2008-ban, ahogy a diplomámat megszereztem, utána itt kezdtem a munkámat. Gyerekkorom óta mindig érdekelt a tanítás, és szerettem a babákat, a plüssállatokat mindig az ágyra leültetni és tanítani. Valóban nem csak a szakmámnak, hanem a hivatásomnak érzem a tanítást. Minden alsós osztályban tanítottam már, mint osztályfőnök, mint napközis nevelő, és a műveltségterületem az angol nyelv. Jelenleg is az első 3 évfolyamon az angol nyelvet is tanítom. Most másodikos tanítónéni vagyok, szeptembertől pedig visszaforgok, és újra elsőseim lesznek, akiket nagyon várunk már, mert sajnos most a járványügyi helyzet nem tette lehetővé, hogy a hagyományos iskola előkészítő foglalkozásokat meg tudjuk rendezni, de ami késik, nem múlik, és reméljük, hogy a tavasz a jó idő meghozza az új lehetőséget, és megismerkedhetünk a gyerekekkel, és ők is egymással. Mit kell tudni önről, mennyire szigorú, mennyire játékosak az órái, tehát egy picikét avassuk be a leendő elsősöket arra, hogy mire számítsanak, hogyha az ön osztályába kerülnek. Szeretem az órákat, hogyha játékos hangulatban telnek el. A technika adta, az informatika adta lehetőségeket, próbáljuk mindenféle tantárgyba bevinni. Ezek nagyon sok lehetőséget felnyitnak számunkra is, és a gyerekeknek is. És igyekszünk, hogy játékos módon tanuljanak. És egyébként szigorú? Mitől függ? Én azt gondolom, hogy az órai fegyelmet fent kell tartani, de ha kialakul a tanév elején, a beszokatás időszakában a gyerekek és a pedagógus között a megfelelő kapcsolat, én azt gondolom, hogy már félszavakból is meg fogjuk utána érteni egymást. Mi jelenti a kikapcsolódás ezen számára? Van 2 gyermekem, a legtöbb szabadidőmet velük töltöm. Szeretünk kirándulni, nyilván most ez megint nehéz ebben a formában. Nagyon sokat vagyunk a természetben, nagyon sokat olvasok nekik, társasjátékozunk és sportolunk. És egyébként anyukaként vagy tanítónéniként is foglalkozik velük, tehát ezt mennyire lehet otthon szétválasztani, hogy a fiaival így foglalkozzon? Nem mondom, hogy teljesen szét tudom választani, nyilván nem ültetem le őket, de természetesen azért olyan jellegű iskola előkészítős tevékenységeket, mivel már ők is jövőre iskolába jönnek, szoktam velük otthon. És saját osztályába bevenni őket, vagy éppen emiatt, hogy ne az legyen, hogy anyuka vagyok a tanórán, másik osztályba iratja őket? Hát mindenképpen másik osztályba, nem ebben a tanévben, mikor én újra első leszek, fognak ők érkezni, úgyhogy egy kicsit szerencsés is ez a helyzet. Én úgy gondolom, hogy azért, mint osztályfőnök nem feltétlenül célszerű, hogy a saját gyermekeinket tanítsuk. Említette, hogy most nehéz a szülőkkel is a kapcsolatot fölvenni, a leendő elsősökkel, de hogyan tud velük kommunikálni? Az adventi időszakban egy bábjátékot vettünk fel a kolléganőimmel, amit célzottan ezeknek a gyerekeknek elküldtünk, és nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. Igazgató asszony is folyamatosan az óvodákkal, az óvodavezetővel, az óvodapedagógusokkal tartja a kapcsolatot. Mindenről tájékoztatjuk őket, internetes formában közöljük úgymond a legfontosabb információkat, és hát reméljük, hogy már csak egy pár hetet kell várni, és újra tudunk velük találkozni. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra, és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!